A város sportegyesülete az éppen 30 éves Kozár Mislenyese rendkívül sikeres évet zárt, hiszen eredményekben javulás, létszámban pedig növekedés mutatkozott. A csapat sportágakban ugyan még csak egy fél szezonon vannak túl a gárdák, mégis elégedettek lehetnek a szakvezetők. A legsikeresebb az NB1B-s női kézilabda csapat, akik a harmadik helyről várhatják a tavaszt. De ahogy Kovács Tamás elnök is fogalmazott, ez az ünnep a gyerekeknek, a gyerekekről szól. Gyönyörű évet zártunk, hiszen a 18-unk is nagyon szép volt. Ha sporteredményeket nézem, akkor megint csak feljebb vittük a lécet. Igazából számomra sokkal fontosabb volt a mai estén az, hogy ez a közösség megint ekkora létszámban együtt volt. Csodálatos dolog, hogy ez a Kozár Mislenyese sportcsalád így együtt van és így összetart. Nagyon jó érzés volt körbenézni ezen a rengeteg gyereken, és bennüket elkísérő szülőket. Kívánok minden sportvezetőnek ilyen közösséget, és a városunknak is egy ilyen sportéletet. Örömteli hír, hogy az ország legjobb 8 csapata között játszhatnak a Kozár Mislenyese U14-es leány kézilabdázói. Az alapszakaszban csak a régió gárdáival, a felsőházban viszont már az ország minden részéről érkezett csapatokkal kell megküzdeniük a lányoknak. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, ugyanis számomra ez nagyon jó érzés, hogy ott vagyunk az ország legjobb 8 csapata között, és Serdülő 3-ba is szerintem, ahhoz képest, hogy mi vagyunk szinte a legfiatalabb csapat, nagyon jó helyen zártuk ezt a fél évet. Egy héten 4 edzésünk van, és abban van, szokott lenni egy kis erőlét, egyéni képzés, nagyon sokat szoktunk meccsezni is, a védekezést nagyon szoktuk gyakorolni. A sok munka meghozta gyümölcsét a kosárlabda szakosztály életében is. Idén ugyanis 3 millió forintos fejlesztést valósítottak meg a TAO támogatások felhasználásával, valamint saját szakosztályi tőke bevonásával. Kaltenekker András szakmai vezető Magyarországról egyedül kvalifikálta magát a FIBA Europe képzésére, Tóth József szakosztályvezető pedig év elején vehette át az év sportvezetője díjat a Baranya legjobbja szavazáson. Elég egy összetett évünk volt, de valóban, ahogy mondtad is, még nincs vége. Most szombaton lesz az utolsó fordulónk a regionális junior bajnokságba, a B csapattal, az A csapat pedig vasárnap fog utoljára mérkőzni. Kicsit kétarcú volt ez a szezon, voltak jó periódusok, voltak kevésbé jók, megyünk előre, dolgozunk tovább. Maximálisan, én legalábbis személy szerint a csapatomat tekintve nagyon meg vagyok elégedve, az edzés látogatottsággal szintén, illetve a hozzáállással is nincs probléma nálunk. A folyamatos építkezésnek köszönhetően a kosárlabda szakosztály évről évre fejlődik. Már nem csak Kozár Mislenyből, hanem Pécsről, Komlóról, Olaszról és Szederkényből is járnak kosárlabda edzésre a gyerekek. Sőt, Szinánovics Emir Mohácsról érkezik minden egyes edzésre. Hát nagyon szeretem az benne, hogy más, mint a többi sport, különlegesebb, meg hát ezt fogott meg kiskorom óta. És hát nagyon szeretem ezt csinálni, és főleg, hogy átjöttem a Kozár Mislenyese csapatába. Nagyon komolyan veszem, nagyok a céljaim ezzel, és leginkább az NB1 a célom. A TAO partnereken kívül Tóth József szakosztályvezető, valamint a Városi Sportcsarnok korábbi létesítményigazgatója, Feleki Árpád tett sokat azért, hogy javuljanak az edzés körülmények Kozár Mislenyben. Az egyesület a sportkarácsonyon örökös tiszteletbeli tagsággal és bérlettel köszönte meg Feleki Árpád 14 éves munkáját. Az jut eszembe, hogy valonnan elindultunk teljesen az alapokról, itt Kozár Mislenyben a sportba, még szinte gyerekként is, és egy ilyen gyönyörű család, ahogy a Tamás is mondta előttem, több mint 600 gyerek az iskolába, több mint 5-600 gyerek a sportba, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény, és mindenkit ismerni, napi kapcsolatban lenni velük, ez tényleg egy igazi nagy családhoz tartozik az ember, aki ebbe bármilyen résztvevőként benne van, akár szurkolóként, akár dolgos hétköznapokban segítőként, mikor milyen feladat jut rá, és igenis előre kell lépni az elsősorban, és vállalni kell a feladatokat, a kihívásokat, és együtt örülni, együtt sírni, együtt nevetni, hogy szoktam mondani a győzelemnek, vereségnek a sportba, úgyhogy ezek visznek tovább, és ezek tesznék erősebbé az embereket is. Én minden evő vagyok az igazság a sportban, mert labdasportokban is még fiatalon játszottam, küzdősportolóként is hosszú-hosszú évekig abban nőttem föl, és a mai napig is aktívan sportolok nagyon sokat. Kipróbálom téli sportokat is, nyáriban is mindenben részt veszek.
Úgyhogy én mindenben tudok örülni egy kicsit. A rendezvényen megajándékozták egymást a csapatok tagjai, majd zenés kakaópartival zárult az este.